Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itt vagyok a garázsban, kicsit fel vagyok öltözve. Rohadtam volna ez látod? Ugyanis a GoPro van a kezembe, és a GoPro-t ebbe fogom beletenni, hogy tudjak nektek filmezni. Hogy miért? A címben most már lehet, hogy tudjátok, hogy miért. Biztos, hogy emlékeztek a narancssárga csónakra, a motorcsónakra, ugye, amit nagyon olcsó pénzért vásároltam, nagyon rossz állapotban volt, felítottuk apukámmal, és elkészült. A mai videóban nem a narancssárga csónakot fogom kipróbálni, ugyanis képzeld el, elcseréltem. Aki nem emlékszik a csónakra, mutatom, hogy milyen volt, ilyen rossz állapotban volt, látod? El volt rohadva, apukámmal szépen felújítottuk, lefestettük, megcsináltuk, és szépen elkészült, raktunk bele ülést, szőnyeget, sok időt költöttünk rá. Szerintem jól néz ki most. Majd nézett. Még el nem cseréltem. De úgy döntöttem, hogy még mielőtt befejezzük teljesen, tehát rakjuk rá kormányt, motort, elcserélem. Ami tegnap is történt, nem másra cseréltem, mint egy ilyen alumínium csónakra, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Jelenleg 9 óra múlott 20 perccel, nemrég ébredtem fel, rögtönbe izgatott vagyok, hogy kimenjünk, és leteszteljem. Ugyanis, ha jól néztem, van rajta egy darab luk, úgyhogy lehet, hogy el fogunk süllyedni, ezért viszek magammal mentő mellét, viszek magammal egy evezőt, hát ha motor is megáll, de én azt hiszem, hogy egy kis időt kell tölteni majd ezzel a csónakkal, de amint elkészül, én szerintem jó fog kinézni, és majd meglátjátok. Visszük magunkkal ezt a jacket. Belerakjuk a csónakba. Tehát, szerintem tudjátok, hogy melyik az, nem a jetski, nem a kék hajó, hanem az aluminiumot középen. Aj te, úgyhogy menjünk. Nyomjuk bele a vízbe, és majd folytatom tovább. Megérkeztünk, úgyhogy mutatom nektek ezt az új csónakot. Tudom, hogy nem olyan állapotban van, nagyon jó állapotban, már nem nagyon jó állapotban van, de mutatom. Tehát, ez az új motorcsónakom. Ahogy látjátok, ez egy ilyen alumínium, van rajta egy 8 lóerős motor, ami körülbelül olyan 15 éves, azt mondták, hogy 15 éves, le kell festeni. Mégis ez ilyen horgászcsónak, vagy horgászhajó, tehát ezt azért cseréltem el végül is, mivel ezen már volt motor, nem kell rá ugye kormány, meg semmi se, ezért csak beleugrunk a családdal, és megyünk, tehát ez kész van, tehát ki akarom vinni ugye a feleséget, vagy a Davis-t, akit nem viszek, mert ugye betegek, de be most beleugrunk, kimegyünk, és el tudunk menni arra a szigetekre, vagy akár merre, ugye amerre akarunk, tehát azért gondoltam, hogy egy narancssárga, egy kék, meg egy jetski szerintem nem kell, és a narancssárgában ugye csak ketten, vagy maximum, ugye három fértünk volna bele, úgyhogy valaki megkeresett, hogy nem akarám elcserélni a narancssárgát erre, én meg beleegyeztem. A belseje, látjátok, így néz ki, leraktam a jacket, beleraktam a kötelet, ott a tank, ugye a benzines tank, a rongyom ott hátul, a luk, mutatom, hol a luk benne. Állítólag ott hátul, látod, belett valamit oda dugaszolva, nem a legjobb szerintem, ugyanis még mindig ilyen be a víz, ha csak nem a első víz volt az éjszaka, nem tudom.
úgyhogy azt meg kell néznem. A motor vizet pumpál, tehát nincsen vele baj, legalábbis eddig nem volt vele. Próbáltam meg csak ide kijönni, ugyanis ahogy látjátok, én ott az esőgöttem. Én most sietek vissza, még miatt megázok, de eddig pumpálta a motor a vizet, elsőre beindult reggel, talán nem lesz vele gond. A hajót, csónakot mutatom, hogy festem le. Szóval itt is van egy ülés, látod? Meg ott hátul is van egy ülés. Rakok bele egy ilyen padlót, amit le fog ugye megint csak szőnyegezni. Lehet, hogy az elejében félig le fogom fedni. Majd meglátjátok. De úgy akarom lefesteni, hogy ez a felső csík, ez kék lesz. Ez lehet, hogy fekete, ez pedig fehér. Az alja pedig megint fekete. Te le lesz festve, szépen fog kinézni. Ahogy mondtam, egyelőre össze van ilyen ütve, hogy ez egy 1990-es csónak amúgy. A motor nem tudja, hogy akkori modell vagy nem, de elég öregnek néz ki. Az olajat le kell majd gondolom cserélni rajta. Meg egy pár dolgot látjátok, itt is van egy luk, meg kell csinálni ilyeneket. Amúgy szerintem nem olyan rossz. Lehet, hogy ránézésre rossz állapot van, de narancsága is rossz állapot volt, rettentő rossz állapotban, meg rossz állapotban volt a kék is, amit még mindig nem mutattam meg, de meg tudom nektek mutatni, hogy azt hittem elment a csónak, hogy hogy néz ki. Hogyha le lesz festve, meg lesz csinálva, szerintem ez is jó lesz. Én azt mondom, hogy én jó üzletet csináltam. Lehet, hogy most nem látszik, ugyanis a narancságára is azt mondtátok, hogy nagyon rossz üzletet csináltam. Szerintem én jó üzletet csináltam, de majd meglátjuk. Ha csak be nem döglik a motor és nem fog beindulni, vagy el nem süllyedek hazafelé. Na mindegy, amúgy itt van ez a játszótér ott fönt, ahol most nem megyek vele. Onnét jöttem ki, ahogy látjátok, én az eső. Én lassan elmegyek hazafele, majd lehet, hogy megyünk egy kört. Megnézzük, hogy milyen gyorsan. Nem? Milyen gyorsan tud menni ez a csónak. Na menjünk. Na belökjük magunkat. Kötelet vissza bedobjuk. Aztán belökjük. Az a jó, ez egy ilyen kis könnyű kis csónak. Ez nem olyan, mint a kék ugyanis az rettentően ugye nehéz. Nem akarok olyan belépni a vízbe, még mindig meg vagyok fázva. Milyen lesette. Látjátok, elsőre beindult, első húzásra. Hátra tolatunk egy kicsikét. Első rántásra beindult, tolatni tud. Vizet pumpál, ahogy látjátok. Még berakjuk előre menetbe. Fordulunk, és megállt a motor. Na várja. Na. Megy ez. Olyan nagyon messzire én nem akarok menni, hátra megáll, és nem fog tudni hazajönni. De... Ami úgy néz, hogy nagyon jön az az eső onnét. Lassan elmegyünk hazafelé, én azt hiszem, komolyan mondom, meg fogok ázni. Na menjünk! Na ugye ebbe, hoppá, majdnem belestem. Az a jó, hogy nem kell egyfolytában húzni neki, mert ha így hagyod a kart, akkor is szépen el tudunk göcikölni ugye hazafelé. Mármint a gázt. Ebből azt mondja, hogy nagyon nagy vihar lesz. Délutánra mondta a nagyon nagy vihart. Ott egy madár. Nézzük azt a végsebességet. Na, megmentem vele, annyira nagyon gyors, hogy nem megy, de elég jól ment. Azt hittem, annyira nem fog mondjuk menni. Oda néz. Ott a kikötő. Nagyon közeledik az a felhő. Állítólag nagyon nagy vihart mondott későbbre, egy óra múlva, fél óra múlva délutánra. Csak gondoltam, hogy nagyon gyorsan kihozom még ugye még mielőtt ideér, mert nagyon ki akartam próbálni. Na ide, sietek hazafele, aztán otthon folytatjuk tovább. Remélem, hogy nem fog megázni. Hozzaértem. Na lá, hogy megáztam. Te... Nem annyira áztam meg, de... Épp, hogy beértem, elkezdett esni, nem esni, szakadni az eső, aztán így hirtelen meg is állt, és utána csak csövögött tovább, de hozzáértem. A motor eddig működött, ha hazafelé egyszer-kétszer úgy csinált, de be akarta köpni volna a gyertyát, szerintem ki kell pucolni. Ugye kicsit meg kell pucogatni a gyertyát, lehet, hogy lecserélem az olajat benne, de végül is hazahozott, úgyhogy majd holnap, vagy holnap után, milyen idő lesz, megint kiviszem, és meglátjuk. Eddig úgy néz ki, hogy működik. Legalábbis nagyon remélem. Na, megyünk be. Na, láttam magamról ezt a GoPro tartó valamit. Oda nézz!
kisütött a nap. Hát azt mondta máma, délelőtre is ilyen időt mondtak. Meg esőt. Mármint nem esőt, hanem ilyen villámlás, meg dörgés, meg ilyen időt mondtak egy nagyon picit későbbre. Egy fél óra múlva azt mondták, úgyhogy lassan ideje. Már holnapra megint jó időt mondanak. Addig nem akarom ugye nagyon elvinni a családot sehol vele, meg a Lukasz se ugye egészen addig, még legalább nem mentem vele még egyszer, hogy nehogy véletlenül ugye való megálljon, és nem fogunk tudni hazajönni, bár akkor, nem tudom, apukám elhozza a jazzkit, aztán Max hazahúz minket, vagy valami, de még nem 100%-ig biztos, hogy addig nem akarok családdal menni. Mert nem is akarok nekiállni festeni se addig, még legalább egy párszor ki akarom, mint legalább még egyszer vagy kétszer. Szerintem jól fog kinézni amúgy, ahogy látjátok. Ha el tudjátok képzelni fehér kékkel, feketével, szerintem elmegy, azt mondom. A motor meg nem tudom, szerintem, hogy eltjátok alatt a beköpni, vagy valami, vagy koszos volt a benzin, nem tudom. Ki kell majd pucolni a karburátort. Itt van a Davis is, jelenleg beteg. Én beteg vagyok, voltam, az elmúlt pár napban rettentő rosszul voltam, képzeld el. Volt lázam, folyt az orrom, köhögtem, torkom fájt, fülem, mindenem. Tegnap már kicsit jobban voltam, ma is már jobban vagyok, a feleségemet tegnap elkapta. Az egész család így végigment rajta, most ez az influenza járvány. Mielőtt elmegyek, lezuhanyzok, megbrotfálkozok, ugyanis tiszta benzinszagom van, képzeld el, meg kell brotfálkoznom. Épp hogy csak komolyan mondom, reggel kiléptem az ágból, meg reggeliztem, és láttam milyen idő lesz, mondtam, gyorsan ki kell vinni a csónakot, le kell tesztelni. Amit akartam mondani, valakit meg szeretnék említeni, ugye néha megemlítek a csatornán YouTube-osokat, YouTube videósokat, videókat, és nem mást, mint mutatom. Redcraftot szeretném megemlíteni, aki mutatom milyenféle fajta videókat csinál, végül is elmennek szüleivel, gondolom, elmegy helyekre, például látjátok, kirándulás, horvátországi nyaralás, és nézd, ott az én videóm is, hol van, itt van. Látod? Hogyha arra rákattintasz, akkor megtudod, hogy miért készített rólam videót. Megjött valami. Már lehet, hogy tudjátok, hogy mi jött meg. Tehát ő Redcraft, és hogyha gondoljátok, nézzétek meg a videóját, ugyanis én egy-kettőbe belenéztem. Általában ugye olyan videósokat szoktam megemlíteni, akivel látok valami, nem az, hogy jövőt, de valami olyat, ami előbb-utóbb még jobb videókat fog tudni csinálni, és szerintem ő is, hogyha így halad, szerintem jó videókat, lehet még jobbakat fog csinálni ő is, mint én. Jobbakat fog csinálni ő, mint én. Ki tudja a jövő, ugyanis még fiatal. Múltkor említettem ugye a Sanyi vlogját, vagy a vlogja Sanyit. Ő is érdekes videókat csinál, hogyha nem tudod, hogy melyik a csatorna, visszanézel kettő vagy három videót, és ott megtalálod a linket az ő csatornájához is. A Redcraftnak a linkjét is itt a videónak megtalálod, úgyhogy gondolják, hogy iratkozzatok fel, és nézzétek meg, hogy milyen videókat készít. Most pedig nem más tudok csinálni, most sok mindent kell amúgy csinálni, képzeld el, ugyanis ez a szombati videó. Jelenleg nálunk ma csütörtök van, azért ma filmezem, mert holnap megint akarok filmezni az új csatornára, ugye a hihetetlen csatornára, ami most már elindult, mire ti ezt a videót nézitek, elindult. Ha nem vagytok feliratkozva, vagy meg akarjátok nézni, akkor a linkre kattintva itt a videó alatt ezt meg tudjátok tenni. Érdekes videók lesznek ott, majd meglátjátok. Remélem, hogy azóta tetszett, ugyanis nyilván láttátok az első videót. Az első videót azt most fogom lefilmezni, tehát nekem fogalmam nincs, hogy mit fog, tudom, hogy mit fog mondani, de hogy milyen lesz, tehát mi fog bele kisülni. Ti most már tudjátok, mert ti már láttátok is, és én még meg se csináltam ezt a videót. Milyen érdekes? Ti már láttátok ezt a videót, amit én még meg se csináltam. Nem érdekes? Lehet, hogy nekem érdekes. Na minden. Úgyhogy még azt mondja, el kell ugye filmeznem. A héten akartam, őszintén megmondom, a héten akartam, de mivel beteg voltam, nem tudtam. Akartam valamit sorsolni, amit fogok is. Kettő ötletem volt. Az egyik ötletem kenguru szárított hús, amit nem tudom, hogy el tudok-e küldeni, most már megmondhatom, meg már ti most már tudjátok, láttátok a videót. Kenguru szárított hús, gondoltam, hogy elküldöm nektek, mert mondtam, hogy hihetetlen dolgot fogok kisorsolni, vagy egy kenguru lábat. Mert szerencsét hoz, vagy hasonló, egy ilyen hústartót, vagy valamit, végülis egy kenguru láb, vagy, na milyen, valami hasonlót. De nem tudom, hogy a kettő közül minden körülnétek ugye jobban, tehát a nyertestől a tegnap videóban kérdeztem, hogy mit szeretne. Szállított húst, ha egyáltalán el tudom leküldeni, tehát tanácsot is kértem, meg ide is megírhatját, hogy lehet-e küldeni szállított húst Magyarországra, hogyha nem, akkor szállított húst nem fog küldeni, végülis kenguru húst. Na minden, ma meglátjuk.
Úgyhogy ízak egy ilyen energiaitat, látlában ilyet szia szoktam minni. Ma nagyon kell, az éjszaka annyira alig aludtunk ugye az Avis miatt, a feleségem is ott prüszkölt. Mire jobban vagyok és tudtam volna aludni, addigra a család megbetegedett és nem tudtam aludni megint. Hogy egy kicsit felébredjek, aztán lezvanyzok, megborotválkozok. És nem tudom, hogy néz ki a fejemben, biztos, hogy nem nagyon szépen. Aztán még akarok finanszni egy párfajta videót, ugye a csatornára, a másikra. Ma meglátjátok, érdekes videók lesznek szerintem. Davis-szel lehet, hogy fogunk játszani, attól függ, hogy hogy lesz, most megyek egy ilyen lázcsillapítót. Mi a helyzet, Lucy? Jobban érzed magad? Dagi. Yeah, Dagi. És én ezt a mai videót itt lassan befejezem, nem akarom olyan túl hosszúra ugye készíteni, azt hiszem, hogy ma meg is sokat beszéltem így kora reggel nektek. De írj videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltok, jó üzletet csináltam-e, vagy nem? Ezzel a motorcsónakkal, ami ugye ott áll. Szerintetek? Én azt mondom, hogy talán. Hogyha nem döglik be a motor, nem süllyed el a csónak, akkor én azt mondom, hogy jó üzletet csináltam. Majd kiderül. Ugye már ennyit? Mindenkinek további szép napot, napot, reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!